95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már mai slágerkult, és a telefonvonal túlsó végén itt van velem, itt van velünk Böröndi Tamás, a Vidám Színpad igazgatója. Mindemellé persze színész is. Szia Tamás! Hello, hello, üdvözlök mindenkit! Tamás, a te életed, a ti életetek mennyire változott meg az elmúlt hetekben? Hát egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert pont egy ilyen mérföldkő választott el engem, meg bennünket, a családomat ettől a vírustól, mert pont a születésnapomon játszottam utoljára. És ami a csodálatos ebben a dologban, hogy a feleségemtől, 50-nától azt kaptam ajándékba, azt kaptam volna ajándékba, hogy mentünk volna Észak-Olaszországba, Milánó, Gardató, stb., amivel ugye nem lett. Pedig hát úgy volt, hogy nagyon-nagyon vártam ezt az ajándékot, amikor az embernek, tudod, nagyon nagy munkája van, és akkor olyan jó valami olyasmire gondolni, hogy de 2 hét vagy 3 hét vagy 1 hónap múlva fantasztikus jó dolog fog vele történni, és ez úgy éltetett és úgy átsegített a nehéz napokon. Hát ugye ebből nem lett semmi. Hát ami a legszomorúbb dolog, ugye, hogy nem mondom, hogy a humorokat vesztettük, de borzasztóan hiányzik a társaság, hiányoznak a kollégák, hiányoznak a nézők, borzasztó szomorú bejönni a színházba, az épületbe, ami ugye egy bevásárlóközpont, ami kong az ürességtől, és akkor pláne bemegyek a sötét nézőtérre, a színpadra fölmegyek, ahol ilyen pont a bemutatónk is elmaradt, egy új darab bemutatója, félikész díszletek, ilyen borzasztó síralmas látvány az egész. Nagyon-nagyon szomorú. Én nagyon bízom benne, hogy ennek hamar vége lesz, és azt érzem, hogy egy kicsikét, hogy mindenki hogy egy picit kezd most már, kezdi komolyan venni, és kezd úgy ébredezni, és azt érzem, hogy talán mindenki most már egy picit arra is gondol, hogy mi lesz majd akkor, hogyha ennek az egész őrületnek vége lesz. Ezek szerint akkor te bejársz a színházban néha, nyilván te vagy a Vidám Színpad igazgatója, és vannak ügyek, amiket nem tudom, el kell intézni, egy-két papírt alá kell írni. Így, ahogy mondod, pontosan a bürokrácia, adminisztráció dolgának. Nem sokszor, azt mondom, minden héten egyszer, maximum 2-szer bejövök egy pár órára, amikor valamit el kell intézni, de nem többet. Igen, hát vannak dolgok, amiket elengedhetetlenek, és egyszerűen muszáj aláírni, megírni, elutalni, levelet írni, stb. Ezt innen az irodából csinálom. Te nyilván úgy is beszoktál menni, vagy akkor is beszoktál menni a színházba, amikor egyébként nincs ez a helyzet, de még sincsenek nézők a nézőtéren, és nincsenek bent színészek, és nincs bent senki. Mert vannak ügyek, amiket el kell intézni, de akkor tudod, hogy estére majd megtelik, vagy délután, vagy délelőtt majd jönnek a színészek és próbálni fognak. Most viszont ez egy olyan helyzet, hogy bemész és tudod, hogy nem. Hát ugye, nagy borzasztó szomorú, igen. Akkora űr van mögöttünk, mellettünk, fölöttünk, alattunk mindenhol, hogy ez nagyon érdekes ezt megtapasztalni, mert ilyen még soha az életben ugye nem fordult elő velünk, hogy egy kicsikét olyan fölöslegesek lettünk már idézőjelben. És hát azért arról nem beszél, hogy a színházunk, ami a nevében is benne van, a Vidám Színpad, tehát itt azért egy olyan hihetetlen szeretett áramlás volt kollégák között, és a nézők és a színpad között is, ami borzasztóan hiányzik. Nagyon helyesen írnak törzsnézőink e-maileket. Képzeld el, hogy azt hiszem, hogy talán 1 vagy 2 olyan e-mail érkezett, aki szeretné visszaváltani a jegyet, senki mástól nem. Mindenki azt várja, képzeld el, hogy átrakjuk azokat a jegyeket, amiket megvásároltak egy másik időpontra. Tehát úgy gondolom, hogy olyan pozitív, olyan fantasztikus, klasszul állnak hozzá a mi nézőink ehhez a lehetőséghez, ami tényleg csak egy hatalmas köszönet nekik ezért. A kollégákkal tartjátok a kapcsolatot, a színész kollégákkal, vagy tartod a kapcsolatot? Persze, hát főleg a nagyon közeli barátokkal, Straub Dezsővel, Nyerte Zsuzsival, és a többiekkel pedig a művészeti titkárunk, aki fantasztikus munkát végez. Próbálunk most már kicsikét a imidzsünkhez képest ilyen kis vidám gondolatokat fölrakni Facebookra, és biztatom a kis társulatot, akik mi a játszik nálunk a színházban.
hogy valahogy hozzánk méltó módon valami kicsi vidámságot tegyünk már fel a Facebookra, hogy azért az jelezünk, hogy azért vagyunk, élünk, és még a humorunkat nem vesztettük el. Azt mondtad, hogy a kedves közönség úgy áll hozzá, hogy akkor szeretnék mi hamarabb majd látni a következő előadást, és nem váltják vissza a jegyet, vagy legalábbis a nagy részük így van vele. Igen. De a kollégák hogy vannak vele? Tehát, hogy ők hogy bírják? Például a Straub Dezső, vagy a Nyertes Zsuzsi, akivel tartjátok a kapcsolatot, ők mit mondanak? Hát figyelj, azt hiszem, hogy ezt mindenki nehezen viseli. Főleg az, aki ezt nagyon komolyan veszi, és komolyan betartja, és már pedig úgy tudom, hogy ezt mindannyian betartjuk. Sokkal könnyebb azoknak, akik, és a Zsuzsi is így van, meg a Dezső, és akik kertes házban laknak, tehát ott azért egy picikét a dolog elviselhető, mint hogyha négy fal között kimozdulhatatlanul az ember be van zárva, és tényleg akkor, amikor kilép, akkor onnantól kezdve figyelnie kell, hogy betartsa a különböző szabályokat. Hát azt tudom, hogy most megpróbálom ilyen konferencia beszélgetéseket összerakni, kicsikét agyalni azon, ami ötletet én kitaláltam, amit majd a egészségügyi dolgozóknak. Tehát mindenki nehezen viseli, de megmondom őszintén, hogy ennyit még soha nem sportoltam én így ilyen rendszeresen, mint amióta ez van. Tehát a napi több mint egy óra, másfél órás kutyasétáltatás hegyre föl, hegyre le, teljesen szabályosan kerülve minden közösséget, ami egy fantasztikus dolog, és a Zsuzsi ugyanezt csinálja, meg a Dezsőék is, tehát próbálják ezt a dolgot hasznosan eltölteni. Mindenki főz. Aki nem főzött, az is most megtanul főzni, és elkezdenek mindenféle azt, amit csinálni, mert rengeteg idő van. Én például ilyen 20-30 éves dolgokat, amihez nem nyúltam hozzá, ilyen raktárba, meg spejzba pakolok dolgokat, amire nagyon-nagyon sajnáltam volna az időt, most mindenre van idő. Tehát most szépen átudom menni az egész házon, és egy hatalmas selejtezéssel tiszta képletet csinálok otthon. Ez most nyilván egy olyan helyzet, hogy bírni kell, otthon kell maradni, és aztán egyszer majd, amikor ez az egész véget ér, akkor utána újra lehet kezdeni a színházban az életet. De egyébként, hogyha nincs ilyen helyzet, akkor te meddig bírod színpad vagy színház nélkül? Említetted, hogy mentetek volna Észak-Olaszországba, hát még egy hónappal, másfél hónappal ezelőtt. Tehát, hogyha az van, hogy el kell menni szabadságra, vagy elmész szabadságra, akkor meddig bírod színház és színpad nélkül? Hát figyelj, az az igazság, az agyam az folyamatosan ott van. Na most ezért fontos az, hogy a hiába lakik az ember egy kertes házba, szép helyen, szembe erdő, jó levegő, medence, stb. Minden, de az ember akkor tud igazából kikapcsolni, hogyha az országhatárt átléped, és kilépsz, és átmész egy olyan millióbe, ahol egyszerűen nincs alkalmad, időd arra, hogy színházon, vagy bármilyen dolgon agyalja, ami miatt elkezd forogni a gondolatod. Tehát igazából, amikor itthon vagyunk, nekem folyamatosan mindig a színház el az agyamba. Tehát én, amikor előbb mondtad azt, hogy amikor bejövök egy ilyen sötét színházterembe, hát igen, én olyan vagyok, hogy én tényleg kihordom a szemetet, összeszedem a csavarokat, ha valami kell, akkor megcsinálom, megjavítom, függönyt felrakok. Tehát én egy elég tevékeny igazgató vagyok, és megmondom őszintén, imádom, szeretem is csinálni ezt a dolgot. Tehát azért van szükség arra, hogy az ember határon túlra elmenjen, és olyan élményekben legyen része, hogy ne legyen alkalmat arra, hogy az agyat folyamatosan a idézőjelbe hétköznapi színházi dolgokon járjon az eszem. Ez a mai Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, a telefonvonal túlsó végén itt van velünk a Vidám színpad igazgatója, mindemellé persze színész is, Bőröndi Tamás, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és a telefonvonal túlsó végén itt van továbbra is velünk Bőröndi Tamás, a Vidám színpad igazgatója, mindemellé persze színész is. Az imént említetted, hogy igen, néha bemész oda a színházatokban, mert hiszen te vagy az igazgató, és vannak ügyek, amiket el kell intézni, egy-két papírt aláírni, nyomtatni, egy-két e-mailt elküldeni. Ezzel együtt persze otthon töltöd te is az idődet, otthon töltitek az időt, mondtad, hogy ennyit nem sportoltál világ életedben, mint amennyit mostanában sportolsz, napi egy-másfél óra biztosan megvan, tartod a kapcsolatot egyébként a kollégákkal, és említetted, hogy a Straub Dezső vagy a Nyertes Zsuzsi is nagyon nehezen bírják, és hát pont akkor játszottál legutóbb, amikor a születésnapod volt. Jut eszembe, neked pont nőnapon van a születésnapod, ha minden igaz, március 8-án. Pontosan, így van, és képzeld el, hogy ugye 8-án indultunk volna Olaszországba, tehát ez így lett nekem egyeztetve, hál' Istennek, tehát 7-én a név
napomon játszott, amikor ugyanis Tamás nap van, és megkértem az Ága feleségemet Győrszárban, nagyon szépen kérlek, hogy nem kéne semmilyen ünneplés, nem tartanék rá igényt, és tényleg ezt vett komolyan, ne legyen az, hogy most megköszöntötök, majd eljön az ideje, hogy ezt alkalmatlan, ezt megcsináljuk. És akkor ugye a Bubus előadást játszottuk, ebben benne van az Anna is, meg a Dezső is, és hát nálunk bevett szokás az, hogy a színházban, a nézők között, hogyha valaki jelzi azt, hogy neki valami jeles napja van, születésnap, névnap, házassági évforduló, vagy volt olyan, hogy valaki újra megkérte az Ága feleségének a kezét ott a színpadon a 420 néző előtt, én azt hittem, azt, hogy Dezső jött be, és aztán láttam azt, hogy semmi előkészítés nem volt, teljesen kisment a fejemből, és úgy gondoltam, hogy komolyan veszik azt, hogy megkértem, hogy most ne legyen semmi ünneplés, és láttam, a Dezső hoz be valami zacskót, és hát meg voltam szentül győződve róla, hogy valakit a nézők közül majd kihív, mert neki valamilyen jeles napja van. Hát persze nem így történt, hanem szépen elkezdtem mondani a szöveget, hogy hát ma ugye milyen nap van, Tamás nap van, és igazgató, hogy Bölöndi Tamás, hadd köszöntsük fel a névnapján, és mivel hogy holnap van a születésnapja, akkor ezt is még hadd adjam oda, ezt egy ithalt kaptam, és akkor az őrült még azt mondja, és mivel hogy nőnapon van a születésnapja, és azáltal, hogy mi kedves barátom, Dezsővel Tamás, az a rengeteg női szerepet játszottunk, hogy még egy csokor virágot is kaptam tőlem nőnap alkalmától, úgyhogy figyelj, három éjjel zacskóval álltam ott az előadás végén, és nagy tapsot persze, azért meghatódtam, meg nagyon örültem, és aztán utána ráadásul a két gyönyörű lányom, Lila Anna, akik a nézőtéri felügyeletet is ellátják, ők is be voltak avatva, és semmiből nem vettem észre semmit, hát egy zsúrkocsin betoltak egy gyönyörű szép tortát pezsgővel, úgyhogy még ilyen gyönyörű kis állófogadás is lett a színpadon. Senki nem gondolta, hogy másnap már nem fogunk tudni elutazni Olaszországba. Sőt, hát képzeld el, hogy volt egy olyan gondolat, hogy akkor nem menjünk oda, menjünk le inkább délre, ott nincs még semmi zűr. És ahogy elfogadtuk a repülőjegyeket Palermóba, Szicíliába, abban a pillanatban bejelentették, hogy ott is feltűnt az első fertőzött, úgyhogy azt is le kellett mondani, úgyhogy itthon töltöttük a születésnapot, úgyhogy azóta is karantén van. És ezzel együtt említetted persze, hogy sportolsz rengeteget, meg néha bemész a színházba hetente egyszer-kétszer elintézni a papírmunkát, meg hogy átpakoltad a kamerát is, de van ilyen napi rend, ami alapján élitek az életeteket, vagy csak így adhok jelleggel? Tehát, hogy reggel van-e ébresztő 6-kor, aztán utána gyerünk sportolni, aztán gyerünk ezt csinálni, azt csinálni, vagy majd lesz valahogy? De az az igazság, hogy olyan nagyon egybe folynak a napok. Tehát most azt hiszem, hogy majdnem minden nap ilyen szombat-vasárnap érzés van, tudod? Tehát igazából semmi nem hajt, tehát nem hajt az, hogy bárki most vendégek jönnek, egy csomó helyre most ki vannak úgy pakolva a dolgok, hogy mindent úgy, minden egyforma dolgot, hogy egy helyre gyűjtök a kulcstartókat, a kulcsokat, a könyveket, a mindent, hogy egy helyen legyen, és most nem zavar az, hogy most idézőjelben otthon egy kicsikét ilyen kapleráj van, és nincs rendbe rakva a dolog, mert egyszerűen idő, mint a pejva. Tehát innentől kezdve, ami nagyon-nagyon fontos, az a mozgás. A kutyasétáltatás, ami általában ilyen délután 3-4 órától, mondom ilyen másfél óra, ami, tehát igazából sportoltam én azért, de úgy, hogy ilyen rendszeresség, hogy ez minden nap meglegyen, ez a másfél óra, és ugye a telefonomban a lányom fölrakta nekem ezt a lépésszámlálót, és ez a drága, ez mindig megdíszél, hogy gratulálom, ma teljesítette a másfél óra mozgását, ennyi kalóriát fogyasztott, ennyi lépést tett meg, és ez ennyi kilométer volt, úgyhogy pont most néztem meg, hogy amióta ez a dolog kitört, azóta minden nap, ami fix, az ez, a mozgás, ami minden nap megvan az életünkben. Beszéltünk mozgásról, persze ez is fontos, viszont alapvetően te ugye színész vagy, és színházigazgató vagy. Az, hogy intézed hétről hétre az ügyeket, az egy dolog, de másik oldalról neked az agyadat is karban kell ám tartani, hiszen játszol is. Tehát ez azt jelenti, hogy néha, nem tudom, megállsz a tükör előtt, és mondod a különböző kis szövegeidet, amik előfordulhatnak a különböző előadásokban? Hát, ugye, nem, az ilyen nem fordul elő. Hál' Istennek elég jó agyam van, ez az is, az a helyzet is bizonyította, hogy képzeld el, hogy amikor a színházat indítottuk 2013-ban, akkor nyilván olyan darabot vettünk először is elő, amit régen a Vidám színpadon játszottunk, meg volt hozzá a díszlet, a jelme. Most képzeld azt el, hogy 17 év telt el az előadást, mikor befejeztük a Vidám színpadon, és bemutattuk, vagyis elkezdtük próbálni a mostani Vidám színpadon.
Na most a 17 év azért az nem kevés idő, és képzeld el, hogy nem kellett a kezembe vegyem a példányt, mert a helyzet, a díszlet, a kellékek, a kollégák olyan gyönyörűen visszahozták a szöveget, hogy alig kellett próbálni. Tehát ilyen szövegösszemondó 17 évről beszélek. Tehát amit az ember borzasztóan szeret, meg nagy siker és nagyon jó előadás, egy bűnügyi komédia, az ön is le egy gyilkos darabról beszélek, 17 év után úgy kezdtünk el próbálni, mint hogyha most tanultuk volna meg a szöveget. Ez azért érdekes, mert hogyha arra gondolok, hogy nem tudom, középiskolában meg kellett tanulnom egy verset, mondjuk az kb. 17-20 évvel ezelőtt volt, és mondjam el, és azóta nem foglalkoztam vele, de akkor oda-vissza tudtam, akkor nyilván nem sikerülne. És ezek szerint akkor neked, vagy nektek, színészeknek meg ez sokkal könnyebb, hiszen nyilván azért ti a különböző szöveget társítjátok a különböző jelenetekhez, helyzetekhez, díszletelemekhez. Valahogy Shakespeare mondta, illetve a szót a cselekményhez, ez borzasztó fontos, tehát ez nagyon sokat segít nekünk természetesen. De hát figyelj, amikor az embernek azért a tréningben van az agya, akkor azért ez megy. Főleg azokon csodálkozom, mert itt volt egy pár, ugye 14 előadásunk van repertoáron most, és fantasztikus módon fiatalodik a közönségünk is, meg a társulat is. És hát több olyan tehetséges kolléga van, akiket be kellett ugrasszak különböző előadásokba, valamikor nem is kis szerepbe. De most a legtöbbük ők benne vannak ezekben a sorozatokban, amit hát napról napra irgalmatlan, hogy mit kell nekik tanulni. És ezáltal pontosan lehet érezni, hogy olyan agyuk van, hogy megtanulják, de hál' Istennek a színpadon nem így van, hogy megtanulja, és amikor már elmondta mondjuk a sorozatban a szöveget, utána már felejti is el. De viszont a tanulási módszerük az fantasztikus, mert borzasztó jó beugrók, és pillanatok alatt tanulják meg a szöveget. Tehát nem így volt olyan, hogy nem is kellett próbálni, csak előadás előtt csináltunk egy ilyen bejáró próbát, és meg is csinálták az előadást. Tehát azt hiszem, hogy az agyunk az úgy van már tréningezve itt időtlen idők óta, hogy ezeken azért szépen simán átsiklunk. Ez a mai slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, a telefonvonal túlsó végén. Itt van velünk továbbra, és Böröndi Tamás, a Vidám színpad igazgatója. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Sláger FM 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a mai slágerkult, és a telefonvonal túlsó végén továbbra is. Itt van velünk Böröndi Tamás, a Vidám színpad igazgatója, mindemellé színész is. Beszéltünk már róla, hogy néha bemész azért a színházba hetente egyszer-kétszer, hiszen te vagy az igazgató, és néha vannak ügyek, amiket el kell intézni, egy-két papírt alá kell írni. Mondtad, hogy rengeteget sportolsz, mióta ez a helyzet van. Napi egy óra, másfél óra biztosan megvan. Kutyasétáltatással együtt, vagy anélkül is. Átpakoltad háromszor a kamrát, tartod egyébként a kapcsolatot a kollégákkal, elsősorban a Dezsővel, a Straub Dezsővel és a Nyertes Zsuzsival, de mindenki mással is persze. Beszéltünk szövegtanulásról, beszéltünk agykarbantartásról, meg arról, hogy a születésnapodon játszottál talán utoljára, utána indultatok volna egyébként kicsit pihenni, pont Olaszországba, de hát nyilván nem mentetek. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy egyébként 2013-ban indult ez a bizonyos színházatok nektek, a Vidám színpad, de addig azért elég sok mindenen átmentél, különböző színházakon, persze 1980 magasságában, ha minden igaz, akkor szereztél egy diplomát a Színház és Filmművészeti akkor főiskolán. Egyáltalán annak idején, sok-sok évvel ezelőtt, hát valamikor a 70-es évek magasságában, vagy 70-es évek közepén, hogy jött az ötlete a kis Tamásnak, vagy hát akkor már a Tini Tamásnak, hogy de jó lenne, hogyha én meghódítanám a világot jelentő deszkákat? Igazából ez ennyire így nem volt bennem. Ami befolyásolhatott az, hogy az én drága szüleim a Magyar Állami Épp Együttesnek a tagjai voltak, és én, mint kiskölyök, én folyamatosan a Korvin tér 8 szám alatt az Állami Épp Együttes székházában töltöttem az összes szabadidőmet az együttesnek a ládái között, és hát én folyamatosan zenei általánosba jártam, zenét tanultam, kórusba énekeltem, zongoráztam, és hát amit ott én kaptam, akkor még Rábai Miklós volt ugye a vezető az együttesnek, egy olyan fantasztikus tánc színházat, énekzene tánc színházat csinált, ami hihetetlen, nem is gondoltam volna, hogy milyen nyomokat hagy bennem. Tehát valahogy úgy gondolnám, hogy én anyatejjel ez így jött, ha bár apám azt szerette volna, hogy én karmester legyek, mert konzervatóriumban jártam, énektanszakon, a Honvéd Művészegyüttesnek is a tagja voltam, akkor jött egy ilyen ötlet, hogy láttam, hogy
a Bartók Gyerekszínháznak a stúdiója felvételt hirdet, énekelni, táncolni, prózát mondani szerető fiatalok részére, ahova elmentem, és Nyilasi Judit volt a vezetője, a igazgatója a színháznak, és akkor oda engem fölvettek. Hírcsink Pista járt még oda, Szolnoki Tibi, Csombor Teca, és hát ott elvégeztem 2 évet, és aztán utána a színháznak az egyik rendezője, Kazán István, indította pont az osztályt a főiskolán, ahová hát az első felvételi után, hál' Istennek, engem föl is vettek, és hát csodálatosan tudtam kamatoztatni azokat az élményeimet, amit én a Magyar Állami Népi Együttes közelében magamban szívtam. Tehát ez egy nagyon nagy szerelem volt, a mai napig is úgy emlékszem rá, hogyha ez nincs, akkor lehet, hogy én nem ezt a pályát választom, vagy nem is tudom. Ez azt jelenti egyébként, Tamás, várj, hogy te néptáncoltál korábban? De igen, népi táncoltam is, korábban nagyon szerettem, a szüleim nem engedték, hogy profi táncos legyek, mert ők pontosan látták azt, hogy itt az együttesben is ilyen 30 éves korban már furcsán hangzik, de ott már elkezdték fiatalítani a társukat. Tehát aki népi táncolt, azért azoknak nagyon hamar tönkrement az ízület, a lábuk, minden bajuk volt. Nagyon sajnáltam, hogy nem lehettem én profi népi táncos, de azért táncoltam, és ezt a társzugást én gyönyörűen vittem be a színházi életemben is, mert ugye a főiskola után én a Debreceni Csokonoszín színházat szerződtem, 4 csodálatos évet töltöttem el, ahol a drámától, a zenésvíjáktól, operettek, tömkölegétől mindent játszhattam, és aztán onnan röpültem fel a Vidám Színpad, Rock Színház és az Operett Színházhoz. És aztán 2013-ban jött majd a Vidám Színpad. Említetted egyébként, hogy Debrecenben kezdted a pályádat a főiskola után, és hát igen, hogyha a vidéki színházról beszélünk, akkor ott minden van egy színházon belül. Budapesten azért, ugye, hogyha a színházakat vesszük, akkor ott nyilván műfajilag azért minden színház más. Van, ahol nagyon gondolkodós darabokat játszanak, van, ahol musicaleket és vagy operetteket, stb. A Vidám Színpad 2013-ban, amikor létrejött, akkor nyilván predesztinálva volt, benne van a nevében, és egyébként a nagy elődöktől, az ősöktől, vagy a korábbi munkásságából kifolyólag, ez is predesztinálva van, hogy akkor itt bizony olyan darabok lesznek, hogy a közönség fogja a hasát. Hát igen. Megmondom neked őszintén, hogy amikor én odaszerződtem a Rivai utcában lévő Vidám Színpadhoz, akkor ugye Bodrogi Gyuszi volt az igazgató. Hárman voltunk fiatalok, a Nyertes Zsuzsi és Straub Dezső. Igazából előtte egy picit a nyugdíjas színháznak nevezték, mert a közöttünk lévő korkülönbség a legfiatalabb, idősebb igazi nagy rókával, az minimum olyan 20-25-30 év lehetett. Tehát mi nagyon-nagyon fiatalok voltunk, és csodálatos dolog volt az, amikor a C. Coleman-nek bemutattuk a Szeretem a feleségem című műzikeit. Ez az első olyan darab, amit fiatalok mi vittünk a vállunkon, és 300 előadást ért meg ez a darab, és csodálatos volt, amikor Csákány Laci bácsitól kezdve a Kálai Ciútól, a Kibédi Ervintől, amikor látták azt, hogy úristen, itt van most 4 fiatal, és ezek elvisznek egy darabot a hátukon, tehát nagyon-nagyon hamar megnyertük őket arról, hogy azért van nekünk keresni valónk ebben a műfajban, ebben a színházban, és aztán ugye egyre több feladatot kaptunk a Gyuszitól, természetesen mi vagy Vidám Színpad, azért nem bérdrámákat játszottunk, ha bár egyszer megfordult a fejébe az, hogy mi lenne, hogyha megcsinálnánk az Ügynök halálát, hogy lenne egy ilyen kis kikacsintás innen ebből a műfajból, sajnos ez nem történt meg, de azért volt a Scream-nek a Pohárvíztől kezdve, Nézszájmonnak a Tiszta Amerikájától, ami vígjáték volt, de mégse úgy vígjáték, amilyen darabokat régen játszottak a Vidám Színpadon. Na most ezt a hagyományt próbáltuk mi azért egy picikét ide átültetni 13, amikor elkezdtük, hogy nagyon édesen fogalmazott a Dezső, mert mondta, hogy milyen Shakespeare-t kéne, nem nótit kell játszani, mi nem ilyen Shakespeare-i játékot, és akkor azt mondtuk, hogy igen, nótit kell játszani Shakespeare-i színvonalon. Tehát próbáljuk mi ezt úgy tartani, hogy a közönséget, hogy is mondjam, ez a műfaj, most zárójelbe jegyzem meg, ez mindig hallott, hogy egy kicsit a lenézetről ez a Vidám Színpad. Nyilván volt egy-két valaki tett arról, hogy ez sajnos ez így elhangozhatott, most ezt nagyon-nagyon 13 óta ezt kerüljük, tehát olyan darabokat keresünk, választunk, olyan igényesen állítjuk elő a darabokat, ami mutatja is azt, hogy például a közönségünk, régen a régi színházban azért lehetett tudni, hogy főleg hölgyek jártak.
és 50-60 pluszos hölgyek jártak a Révai utcába. Most örömmel tudom mondani azt, hogy a mostani Vidám színpadon 20 évesek járnak színházba, fiatalodik a közönségünk, és nagyon szeretik azt, amit csinálunk, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok. A telefonvonal túlsó végén itt van velem, itt van velünk továbbra is a mai Slágerkultban, itt a 95.8 Sláger FM-en a Vidám színpad igazgatója, mindemellé persze színész is, Böröndi Tamás, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a Slágerkult, és a telefonvonal túlsó végén itt van velem, itt van velünk továbbra is Böröndi Tamás, a Vidám színpad igazgatója, mindemellé persze színész is. Beszéltünk eddig arról, hogy mivel töltöd a napjaidat, van sok sport, van kamera átpakolás, van kapcsolattartás kollégákkal, megbeszéltünk arról, hogy te hogy jutottál odáig a világot jelentő deszkák meghódítása témájában, hogy akkor a néptánc világából átevesztél a színészet világában, hiszen egyébként a szüleid mondtad, hogy az Állami Népi Együttesben táncoltak, és akkor te ott nőttél föl a dobozok között a néptánc próbákon, aztán utána majd jött egy kis zeneiség az életedbe, édesapád szerette volna, hogy karmester legyél, ez nem jött össze, viszont bármikor eljátszhatsz egy karmestert, ugye, hogyha esetleg találtok egy ilyen darabot, de most ott járunk, hogy 2013 óta már működik ugye a Vidám színpad, és megfiatalodott a közönség is. 2013-ban, amikor belemágtatok a Vidám színpad újraindításába, elindításába, talán nevezzük így, akkor azért ott nyilván volt egy kis félsz, hogy ez fog-e sikerülni, vagy sem. Mennyi idő kellett, amire a kedves közönség tudta már, hogy akkor igen, itt működik egy ilyen színház? Hát tudod, mi az őrület, hogy akkor erre úgy hirtelen nem is gondoltunk, de egy, ami Bodrogi Gyuszinak köszönhető többek között, hogy minket 96-ban elküldött kényszervállalkozónak, akkor nem tudtuk még, hogy így hívják, de mindenkit elküldött a színháztól, úgy, hogy azért maradjon a színház tagja, de ő nem fizeti ugye a különböző járulékos költségeket, és mindenki elkezdett vállalkozni. Ugye a rendszerváltás után voltunk, mindenkinek céget kellett csinálni. Ha nem volt céged, nem volt számlád, akkor nem hívtak hangnézni, nem voltak külön fellépéseit. Tehát egyszerűen bele lettünk hajtva egy ilyen vállalkozósi világba, ami aztán, hogy mondjam, a Dezsőnél is nálam úgy csúlyó sikeredett, mert én is elkezdtem az Arany 10 Musical Studiót, ott tanítottam 10 évig, művészeti vezetője voltam. Utána elkezdtem rendezvényekkel foglalkozni, amit imádtam és szerettem. Nem volt honlapom, és kézről kézre adtak, mert amit a színház adott nekem, lehetőségeket, azokat én gyönyörűen tudtam kamatoztatni a különböző rendezvényeimen. És aztán ugye eltelt jó pár év, és akkor azon vettük észre magunkat, hogy úristen, kihúzták alunk ezt a színházat, akkor mit kéne csinálni. És akkor Dezső találta meg a helyszínt a Óbudán. Ott volt egy 460 személyes moziterem, ami már nagyon régen nem nagyon működött, mert hát jóval kisebb létszámba jártak moziba, és akkor elindult egy ilyen párbeszéd, és akkor kiderült, hogy itt ez abszolút alkalmas lehet arra, hogy az ember itt egy színházat fölépítsen. Na most pont én a rendezvényes múltamból fakadóan tudtam összeszedni azokat a kollégákat, akik segítettek nekem a fény, a hang, a színpadtechnikának a összehozásában, fölépítésében, és ez évről évre gyönyörűen működött. Olyan érdekes, hogy én 11-ben minden hátsó gondolat nélkül én levéttem a színháznak a nevét, a Vidám színpadot a szellemi hivatalban, hogy ez majd egyszer valamire jó lesz, és nem is gondoltam volna, hogy 13-ban ez be fog következni, és úgy képzeld el, hogy 13 óta a színházunknak, mi minden más színháznak nincsen szervezése. Tehát nincs egy szervezési osztály, ahol 4-5-6-an ülnek, vagy ilyen nénik bejönnek, akik elviszik a különböző irodaházakba a jegyeket, és megmondom őszintén, most már így év táblatában erre vagyok a legbüszkébb, hogy igazából ennek a színháznak a neve a múltból valami olyan csodálatos dolgot hoz maga után, amihez azért nem mondom, hogy nem kellett keveset tenni, mert kellett, de úgy gondolom, hogy mindenki azt mondja, hogy egy új vállalkozás, egy régi szuper brenddel, egy jó névvel, de egy új helyszínen, ahol igazából nem reveláns az, hogy most itt egy színház működjön, tehát úgy gondolom, nulláról fölépíteni 5 év alatt egy ilyen színházat, amit gyönyörűen sikerült, hát hál' Istennek ez tényleg csak pozitív dolgokat tudok erről mondani, és most van az az időszak, vagy most lett volna az az időszak, pont ez az elmúlt év, amikor minden előadásunk fulltelt házas volt.
hogy mondtam, 65 kollega játszik nálunk, tehát nagyon nehéz most ez a leállás, ez a megállás ebbe a sikerszériában. Egyre többen találnak hozzánk, az előadásoknak a szünetében vesztük a következő előadásokra a jegyeket, úgyhogy ismét mondom, hogy nincs szervezésünk, tehát valami, gondolom, hogy valami olyasmi történik a színpadon, ami eladja saját magát. Tehát a jóbornak nem kell cég és címmel. Hál' Istennek nagyon jól működtünk. Hát majd meglátjuk, hogy milyen károkat szenved majd ez a színház ezzel a vírussal, és hogy ez meddig tart, hogy mit kell majd visszadolgoznunk, mit kell majd dolgoznunk azért, hogy a drága közönségüket visszahódítsuk ide a színházba. Említetted, hogy 12-14 darab van, amit játszotok, és folyamatosan cserélgetitek. És hát elmaradt talán egy bemutató is, ha minden igaz. Hát igen, és az az első olyan darabunk lett volna, egy kortárszerző, Ivádi Gábor, egy édes kis darab, Szömörte az Eszement falu, az a darabnak a címe, ami mostanában itt hivat, az a mi kis falunk, és a különböző ilyen kis vicces sorozatok, amik mennek a televízió. Picit hajad erre, de a Ivádi Gábor, aki ő maga is valamikor polgármester volt, és a saját tapasztalatait írta meg, ami hihetetlen mókás az egész darab. Tehát egy tündéri jó darab. Ez lett volna az első olyan darab, ahol 14 szereplő van, mindig figyeltünk arra, hogy azért rentábilisek maradhassunk, hogy olyan 7-8 szereplőnél ne legyen több a darabban. Arról nem beszélve, mert hogyha utaztatni kell, akkor anyagilag sokkal jobban jön ki az ember egy kis levétszámára, de azt mondtam, hogy most megengedhetjük magunknak azt, hogy egy 14 fős tárgyában nekiúrjunk ennek a kortárs darabnak. Hát pont a bemutató előtt másfél héttel ugye zárt be a színház, meg minden színház, úgyhogy nem tudom, hogy majd ennek a darabnak a bemutatója mikor fog megtörténni. Hát bízom benne, hogy ősszel, amikor általában már kezdődnek a színházak és indul a színházi évad, hát bízunk benne, hogy akkor már el tudjuk kezdeni. És előrefelé gondolkodtok, tehát, hogy már vannak tervek arra, hogyha majd újraindul a színház, akkor kiknek szeretnétek játszani? Hát kérlek szépen, ez is egy érdekes dolog. Ez az ötlet, ez onnan adódott, amit az elején, a beszélgetésünk elején meséltem neked, hogy amikor az ember úgy tele van munkából, olyan jó arra gondolni, hogy na, mi az, ami vár ránk, egy jó utazás, egy olaszországi út, stb. És valahogy itt az ember, amikor agyal, és most már azt mondom, hogy egy ilyen két hét után, valahogy nekem már úgy működik az eszem, hogy most gondoljunk arra, hogy amikor ennek vége van, akkor mitnek, hogy lehetne tenni, és ugyanennek a metódus alapján jutott eszembe az, hogy tudnánk megköszönni ezeknek a drága embereknek, akik segítenek itt az egészségügyben, hogy minél hamarabb túl legyünk ezen a rettenetes víruson. És mi egyébként a Dezsővel meg a színházban elég érzékenyek vagyunk szociálisan összerakva, tehát folyamatosan segítünk kis családosokat, nagy családosokat, nyugdíjasokat, karácsonykor ingyen előadások vannak, etetünk, itatunk gyerekeket, elmegyünk, műsorokat csinálunk, és akkor bekattant az, hogy tudom, hogy mostanában is csodálatos dolgok történnek a neten, a Facebookon, énekek, dalok születnek, kollégák összeállnak, tényleg fantasztikus. Lehet, hogy ez még egy picit korai, ami nekem eszembe jutott, de azt mondtam, hogy egyszer azért ennek vége lesz. És ezek a drága emberek az egészségügyben nem olyan nagy dolog most, de hogyha tudnak arról, hogy amikor ennek vége van, hogy utána van egy színház, aki nagy szeretettel várja őket vidámsággal, nevetéssel, mert tudjuk azt, hogy a nevetés, a mosoly, az erősíti az immunrendszerünket, tehát valahogy tudjuk velük felejtetni azt a irgalmatlan munkát, amit ők végeztek, és hát kineveznénk egy pár ilyen vírusölők napját, amikor az egészségi dolgozókat várnánk a színházba hihetetlen nagy kacagásra és nevetésre vágyó egészségi dolgozókat, orvosokat, asszisztenseket, ápolókat, mindenkit. Nyilván ezt megszervezze ügyesen, hogy nem egyesével, hanem kórházak és különböző egészségi intézményekben egy-egy embernek, egy kollégát kijelölök, aki ezeket szépen végig fogja járni, és az igényeket szépen fölmérni, és várjuk őket egy boldog estére, amikor kikapcsoltak, és el tudják talán egy picikét felejteni azokat az időszakot, amikor éjt-nappal átlével folyamatosan azon dolgoztak, hogy az embereknek az életét megmentsék ettől a
rovat vírustól. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, itt voltál velünk. Kellemes további szép napot neked. Én is nagyon szépen köszönöm, minden jót. Ennyi volt már a Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en. Bőröndi Tamással, a Vidám Színpad igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották. Viszont hallásra, viszontlátásra.